Három gyermeket nevelnek a Deák családban. Ők is eljöttek a Pécsen szülő anyukák csoport találkozójára a civil közösségek házába szombaton. Nekünk a Szülészeti Klinika az elmúlt 4 évben 3 babát is adott, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte nekik. A Facebook csoportot teljesen véletlenül találtam interneten, és azért tetszett meg, mert nagyon sok új információt adott. Az anyukák egymás közt nagyon sok mindent megbeszélnek, amikről máshogy nem tudnánk beszélni, akár itt a vérvételi, az ultrahang lehetőségekről. Nagyon sok új dolgot hallottunk onnan. Éppen ezért jött az ötlet, hogy a népszerű közösségi oldalon alakítsanak egy csoportot a Pécsi Klinikán szülő anyukák. Az ötlet az tőlem indult, méghozzá azért, mert én 2020-ban voltam várandos a kislányommal, nekem teljesen új volt a klinika, a Covid kellős közepén voltunk, ekkor volt egy 2020-as hasonló csoport, de hát ugye ennek vége lett, ugye, mondjuk fogalmazunk így, hogy vége lett ugye, ahogy megszülettek az anyukák, és akkor gondoltunk rá, hogy mi lenne, ha ezt kicsit továbbfejlesztenénk. Ma már 1500 tagja van a csoportnak, akik hasznos információkat, tanácsokat osztanak meg egymással. Szombaton személyesen találkoztak. A csoporthoz időközben szakemberek is csatlakoztak, hogy segítsék a szülőket. Én a Pécsi Szülészeti Klinika újszülött osztályának a főnővére vagyok, és gyakorlatilag szakmai rész is bekerült ebbe a közösségbe, hála Istennek. Azt gondolom, nagyon fontos közvetlen kapcsolatot ápolni, hogy merjenek kérdezni, hogy információ birtokába jussanak az anyukák, és fölmerült, hogy most, hogy lehetséges ilyen rendezvényt tartani, hogy azok az arcok, akik ott vannak, akár anyukák is aktívak, hogy esetleg találkozunk élőben is. A találkozón szakmai előadások, beszélgetések, tanácsadás várta a tagokat. A csoport egy gyűjtést is elindított. Az adománygyűjtés a következőről szólna. Először az volt a cél, hogy a két klinikához csatolható alapítványt támogassuk, de 2 héttel ezelőtt alakult egy direkt cél, mégpedig az, hogy az újszülött osztályon, illetve gyerekágyas osztályon belül, de az újszülött osztályhoz tartozóan egy kis vizsgáló szoba kerülne kialakításra egy már nem használatos mosdóból. Itt elkülönítve, de az anyuka személyes jelenlét létében vizsgálhatná meg a gyermekorvos a kicsiket. A vizsgáló kialakítása legalább 1 milliós átalakítással járna, amit igyekeznek összegyűjteni a szülők. A klinika vezetője rábólintott az ötletre, így már csak az anyagi forrás hiányzik a vizsgálószoba kialakításához.